Csalókavárosban a DVCS ház szakembereinek kiadva magukat csalók járják a várost, a hőszolgáltató óvainti a lakosságot. CT a kórháznak az összegyűlt adományokból egy 6 éves CT készüléket vásárol a kórház, a vezetés a gazdaságosabb működés miatt döntött a használt berendezés mellett. Felvételi határidő. A 8. osztályos diákok február 13-áig dönthetik el, hol tanulnak tovább. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Város Televízió híradóját látják. Több kerékpárút és a városi főúthálózat felújítása. Többek között ezeket a lépéseket tartja a legszükségesebbeknek Szabó Zsolt, a PM helyi szervezetének elnöke. A költségvetéshez kapcsolódó módosító indítványairól tartott sajtótájékoztatón kiemelte, a helyi önkormányzati költségvetés központi finanszírozását tekintve egyáltalán nem feladat alapú, illetve nem nyújt elég forrást a feladatokra. Ezért, mint mondtam, kérdéses, hogy az önkormányzatok hogyan tudnak majd stabilan tovább működni az új rendszerben. Nehéz helyzetbe került a városi költségvetés ezzel a tervezettel, ezekkel az elvonásokkal és azzal, hogy olyan új feladatokat kapott, amiket eddig az állam látott el. Szerintünk a legszükségesebb lépések, amelyeket halaszthatatlanul meg kell tenni a következő költségvetésben, az a szociális ellátások kereteinek megemelése, a kerékpárút hálózat üzemeltetésére fordított összegek megemelése, új kerékpárutak építése, a meglevő karbantartása és a kisegítő eszközök, különböző biciklitárolók felújítása, ezek számának a bővítése. A városi főúthálózat felújítása, ne az ezer kátyú városa legyünk, a közösségi közlekedés átszervezése, a helyi lakók érdekeit szolgáló módon, és az egyes belterületi szilárd burkolatok felújítása, olyan burkolatlan részek szilárd burkolattal való ellátása, ami belterületnek minősül, és hosszú távon pályázati források bevonásával a lakóparkok felújítását is folytatni kell. Csalók járják a várost, akik a DVCH munkatársainak kiadva magukat pénzt kérnek a gyanútlan lakóktól. Ez már nem az első ilyen alkalom. A hőszolgáltató ezért óvainti a fogyasztókat. A DVCH szakemberei fényképes és aláírással ellátott igazolvánnyal rendelkeznek, az esetleges radiátorcsere akcióról pedig előre értesítik a lakosságot. Igen? Jó napot kívánok, a hőszolgáltató KFT tudjuk a panasz bejelentésére. Hát kérnék szépen valami igazolás. Egy panaszbejelentés miatt érkezett ellenőrzésre a Dunaújvárosi Hőszolgáltató munkatársa az október 23-a tér egyik lakójához. A szakember jól felismerhető, sötétkék munkásruhájáról, valamint fényképpel és hivatalos aláírással ellátott igazolványáról. Ezen kívül a javítási vagy karbantartási feladatok elvégzése után egy formanyomtatványt is kitöltett és aláírat a tulajdonossal. Csak ezt követően kell kifizetni a munkát áfás számla alapján. Ezeket azért fontos tudni, mert az utóbbi napokban, hetekben egyre több bejelentés érkezett a DVCH-hoz azzal kapcsolatban, hogy csalók járják a várost, akik a szolgáltató nevében pénzt kérnek a gyanútlan lakóktól akciós radiátor előlegeként. Trómálkoznak nevünkben, de amikor volt annak idején ilyen hidegvízúra, meg melegvízúra cseré, akkor is valaki rástartott erre. Kőszegi Zoltán, a hőszolgáltató üzemigazgatóság hiba elhárítási részlegvezetője elmondta, nem ez az első alkalom, hogy csalók próbálkoznak a fogyasztóknál. Volt példa évek előtt is, igen, hogy valaki más nevünkben nyilatkozott, hogy ezek a bemenetelnek általában két célja van, vagy pénzt levesznek az emberektől, illetve lehet kettő célja is, vagy fölméri a lakást, hogy milyen állapotban van, milyen szociális viszonyok között él a lakástulajdonosa, és esetleg megéri oda betörni később időpontban. Tehát ilyen terep felmérést végezhetnek, vagy illetve pénzt kérnek, az sincs kizárva. De még egyszer mondom, a lakosság soha ne adjon egyetlen egy fillért előre, akik rá hivatkozik, de hát nem csak rám vonatkozik, szerintem bármilyen eset, bármilyen ürügyén valaki pénzt kérne, adja. Mert az valószínűleg, hogy valami szélhámosságnak a kezdete. A radiátor cserét azok, hogy a fűtés azon kívül nyilván a lakók miatt.
A részlegvezető hangsúlyozta, ami mindenképpen gyanúra adhat okot, az az, hogy a fűtés szezon alatt kizárólag lyukadás esetén cserélnek radiátorokat, minden más esetben csak az idény lejártával. A következő fűtőtest akció tehát csak nyárra várható, amelyről előzetesen tájékoztatják majd a lakosságot. Hogyha legközelebb lesz egy akciós radiátor csere meghirdetve, akkor azt mindenféleképpen a médiában jelezni fogjuk a fogyasztók felé, ami megtörténhet újságban, televízióban vagy rádióban hirdetésen kapcsán, viszont mindenféleképpen bedobálunk minden egyes fogyasztónak a leveles lájánába egy értesítést, ami ennek a lehetőségét taglalja, illetve útmutatás mutat, hogy mikor, hol lehet jelentkezni, milyen telefonszámon, tehát teljesen utána járható, ledokumentálható. Ilyenkor biztos nem kerül csapdába az illető. Így néz ki egy hivatalos igazolvány, amellyel a hőszolgáltató minden dolgozója rendelkezik, ezzel a munkavégzők könnyen azonosíthatóak. Fontos továbbá, hogy a valódi szakemberek minden esetben egy előzetes értesítés után keresik fel a lakókat. A DVCH vezetősége azt tanácsolja, ha nem biztosak a szerelők hitelességében, érdeklődjenek az éjjel-nappal hívható 413-622-es telefonszámon, hogy megelőzzék az esetleges visszaéléseket. A DSTV híradóját Perkitti tudósította. Néhány héten belül megérkezik az új CT-berendezés. Tudtuk meg Mészáros Lajostól, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatójától. A tervekkel ellentétben mégsem új, hanem egy 6 éves készüléket vásárol az intézmény. A vezetés a költséghatékonyság miatt döntött így. Ez a készülék csaknem 25 millió forintba kerül, amelyet magánemberek, cégek, önkormányzatok adományaiból gyűjtöttek össze. Még a régi CT-berendezéssel vizsgálják ezt az idős hölgyet a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban. Azonban nem sokára egy másik készülék kerül az intézménybe, ugyanis a 12 éves CT már elavult, ennyi idősen pedig kötelezően le kell cserélni. A külső szolgáltatótól bérelt berendezés anyagi szempontból sem gazdaságos. Mostani pénzügyi feltételek mellett és ismerve az egészségpolitika jelen irányvonalait, törekedni kell a maximális hatékonyságra, pénzügyi hatékonyságra. Az eredeti tervek szerint egy új készüléket vásárolt volna a kórház, ami azonban csak nem 100 millió forintba kerül. Az eddig magánemberektől, cégektől, önkormányzatoktól összegyűjtött adomány 25 millió forint. Ez lett volna az önrész, a többit részletfizetéssel oldották volna meg. A kórház vezetősége a minél hatékonyabb működés szempontjából viszont egy 6 éves CT mellett döntött. A főigazgató elmondta, arra törekedtek, hogy a bérelt helyett saját berendezése legyen a kórháznak. Nagyon fontos kérdés, hogy a külső szolgáltatóval működő készülékek jóval drágábbak, hiszen a külső profit érdekelt vállalkozó nyilván olyan szerződést köt, hogy abban az ő is megtalálja a számításait, hogyha ez a láncszem kiiktatódik, saját működtetésben ez több millióval olcsóbbra jön ki havonta. A készüléket Mohácsról hozzák. Ennek árát pontosan fedezi a már összegyűjtött adomány. A főigazgató elmondta, ugyanolyan paraméterekkel rendelkezik, mint egy új, tehát technikailag fejlett, korszerű készüléket kap a Szent Pantaleon Kórház, és bár félidős, harmadannyiba kerül, mint egy új. A 6 éves készülék ide kerül majd, a kórház új tömbjébe. A közbeszerzési eljárás lezárultával pár héten belül. Mészáros Lajos tájékoztatása szerint a szakmai biztonság érdekében akkor lesz majd egy olyan időszak, amikor párhuzamosan fog működni mindkét készülék. A főigazgató bízik abban, hogy a következő 6 évben pedig megnyílnak majd olyan pályázatok, amelyek lehetővé teszik egy új készülék megvásárlását. A héten lejár a jelentkezési határidő. A 8. osztályosok péntekig dönthetik el, hol folytatják középiskolai tanulmányaikat. A felvételi lapokat az általános iskolák töltik ki. A végleges eredményeket április 24-én tudják meg a diákok. Már határmentő, sok megoldott.
Történelemórát tartanak a Vasvári Pál általános iskola 8. osztályos diákjainak. Az itt tanulók már eldöntötték, hol folytatják tovább tanulmányaikat. A 61 végzős növendék 50 különböző iskolába jelentkezett. Mint mondták, a választásban az iskola, a szülők és az ismerősök is sokat segítettek. A Rudas közgazdasági szakiskolába jelentkeztem, mert ez a téma érdekel. Mi segített a választásban? Mi alapján döntöttél? Hát a nyílt napok sokat segítettek benne, a tanárok is pozitívan állították be az iskolát nekünk. A Rudasraba jelentkeztem én is a sportszakra. Ugye minden nap rendesen járok edzésre, és ezért is oda jelentkeztem, mert így a reggeli edzéseket is tudják fedezni a sporttagozatban. Felvételi lapok, ezek most már olyan csoportokban láthatók, amely középiskolába jelentkeztek a tanulók, külön-külön minden egyes középiskolát csoportosítottunk. A felvételi lapokat az általános iskolák töltik ki, majd postázzák a felvételi központnak és a középiskoláknak. Azok, akik még nem döntöttek, legkésőbb február 13-áig adhatják le jelentkezésüket. A nyomtatvány tartalmazza többek között a személyes adatokat, a tanulók eredményeit, valamint az úgynevezett UM azonosítót is. A tanulói adatlapot, amelyet Győrbe fogunk el küldeni, tartalmaz az összes jegyzékét a középiskoláknak, ahova egy tanuló jelentkezett, a felvételi lapokat pedig az adott középiskolába továbbítjuk. Ezekkel rajta van a felvételi lapon az 5., 6., 7. évfolyam évvégi jegye és a 8. osztálynak a félévi jegyei. Kozás Dóth Eszter hozzátette, az írásbeli felvételik már befejeződtek, azonban vannak olyan intézmények, ahol még meg kell mérettetniük magukat a diákoknak. A szóbeliket és az alkalmassági vizsgákat február 17-e és március 6-a között tartják. A növendékek már márciusban tájékozódhatnak a részeredményekről, hiszen a középiskolák egy ideiglenes felvételi rangsort tesznek majd közzé. A végleges felvételi eredményeket várhatóan április 24-én tudják meg a továbbtanulók. Önkormányzati köszöntés. Ismét szépkorúhoz látogatott el városunk képviseletében Gombos István, humánügyekért felelős alpolgármester. Nagy Károly, most ünnepeltek 90. születésnapját. Nagy szeretettel köszöntsem ezen a mai napon, hisz éppen ma 90 éves Karcsi bácsi. Igen. És ehhez nagyon jó egészséget és nagyon sok boldogságot a család körében. Nagy Károlyt köszöntöttek 90. születésnapja alkalmából Gombos István, humánügyekért felelős alpolgármester. Karcsi bácsi 1925. február 12-én született Hercegfalván, és ott is nőtt fel. Édesapja és édesanyja is özvegy volt, amikor megismerkedtek. Szülei előző házasságából 3 gyermek született. Karcsi bácsi volt az egyetlen közös gyermekük. 2 özvegy, az özvegy édesapám, meg az özvegy édesanyám, azok összeházasodtak. Mikor én születtem, azok már akkor más, már öregek voltak. És hát engem meg aztán nagyon szeretett apám, édesapám is, meg az édesanyám is. Később szüleivel és féltestvéreivel Baracsra költöztek. 6 osztályt végzett, majd egy közgazdasági középiskolában érettségizett. Először fodrásznak tanult, de a mestere beteg lett, így végül a férfi szabó mesterséget tanulta ki. Baracson iparosként kezdett dolgozni, ahol megismerte feleségét. Elzsi nénivel 1949-ben házasodtak össze. 2 gyermekük született. Nagyon korai szerelem volt részemről. Férjem már 24 éves volt, de én még csak 17. Sőt, még korábban megismerkedtünk egy családi összejövetelen lakodalomba. És 17 évesen megkérte a kezemet, szüleim beleegyeztek, mert ugye még nem voltam nagykorú. És összeházasodtunk 49. október 23-án. 1961-ben költöztek Dunaújvárosba. Karcsi bácsi évekig a vasmű alkalmazottja volt, ezt követően pedig a 26-os vállalatnál helyezkedett el, onnan ment végül nyugdíjba. Mint mondta, békés, nyugodt élete van. 4 unoka és 4 dédunoka teszi szebbé mindennapjait. Pénteken a Dunántúl nyugati részén továbbra is lehetnek tartósabb borústájak, az ország nagyobbik keleti felén azonban napos lesz az idő. Eső nem valószínű. Tovább enyhül az idő, napközben 6 fok körüli értékeket mérhetünk.
Főbb híreink következnek még egyszer, röviden. Csalóka városban, a DVCH szakembereinek kiadva magukat, csalók járják a várost, a hőszolgáltató óvainti a lakosságot. CT a kórháznak, az összegyűlt adományokból egy 6 éves CT készüléket vásárol a kórház, a vezetés a gazdaságosabb működés miatt döntött a használt berendezés mellett. Felvételi határidő. A 8. osztályos diákok február 13-áig dönthetik el, hol tanulnak tovább. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.